Megkérlek rá titeket, hogy ne kérdezzétek, hogy mikor lesz új rész. Mi sem tudjuk. Cassiel? Hol vannak a többiek? Cassiel, te... Cassiel, miért nem szólalsz meg? Cassiel, mi történt? Ugye nem haltál meg, amíg kim voltál? Ez nem lehet igaz. Ne. Mit akarsz? Ne. Aaa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 
Talán fel kéne hívnom. Átállítjuk a rádiófrekvenciát. Keszél? Itt vagy? Honnan jött az hang? Én vagyok a Sugar, másik rádiófrekvencia. Te vagy az? Igen, én. Elgondolkodtam, volt egy rossz számom veled kapcsolatban, de meg kell bíznom benned. Ide jönnél majd a teherautó elé reggel fele? De hát ti elárultatok, és börtönbe akartatok zárni. Tudom, de ha túl akarjuk élni az apokalipszist, akkor egymásra kell hagyatkoznunk, és egymásban bíznunk kell, és segíteni egymást. Oké, megkérdezhetem, hogy amúgy miért akartatok becsukni? Hát igazából azt hittük, hogy te gonosz vagy. Nagyjából ennyi ezzel kapcsolatban. Ja, értem. És akkor végül is ezzel az öt könyvvel, illetve az ellenszerrel mit fogunk csinálni? Nem tudom, de megpróbáljuk túlélni ezt, oké? Okay? Jó, úgyis most kell fel a nap, hát így 10 perc múlva ott leszek. Rendben, addig Hunior úgy is kell. Szia! Hello! Hunior! Mondja. Megbeszéltem, hogy Cassie idejön, találkozunk, és megkeressük együtt a zéró pácienst. Oké. Okay. Petivel mi lett? Hát este így felkelt, és azt mondta, hogy ő inkább elszökik. De hogy miért? Nem tudom. Tehát, hogy nem tudom, mi jutott belé. Ja, még kicsit ilyen mérges volt. Rendben. Nem tudom, miért. Vajon már megjöttet Cassie itt? Nem tudom. Szerintem... Addig visszajövök. Jaj, kint még kicsit hideg van. Elég korán van, meg ilyenek. Rendben. Hallom, hogy jön Cassie. Halló, valaki? Ó, végre! Itt vagyunk. Ó, de bakker. Mindig becsukódik ez a rohadt ajtó. Szia Cassie, akkor megbocsátasz? Csá Cassie. Persze, és véletlen volt. Rendben, akkor... Cassie, te jobban ismered ezt a könyvet. Van benne egy térkép, ami három helyet mutat. Az éropáciens, a második könyv és az ellenszer. Elmegyünk mondjuk a legközelebbihez? Igen, az pedig az ellenszer lenne. Utána pedig hát... De nem úgy, nem jelöli meg. De jó lenne, ha az ellenszer. De én nagyjából sejtem, hogy hol lehetne. Rendben, akkor keressük meg az ellenszert. Okay. De be kell menni, tehát vissza kell menni a veszélyzónába. Igen, az a baj, hogy amikor betöltük a falat, arra nem gondoltunk, hogy ugye a zombik is kijutottak. Halljátok, szerintem azt ott vissza kéne valahogy. Először oldjuk meg az ellenszert. Igen, de figyeljetek, de viszont ott a sok zombi közt azért el kéne egy-két fegyver, tehát van. Szerintem... Van. Gyere! Oh. Akkor... Hát Rana. Akkor... De ne! Az úgy veszélyesebb, inkább az erdőn átmenjünk. Ja tényleg, kikerüljük a határt? Oké. Okay. Az ott jó ötlet, mert hogy is jár, a határhoz a legközelebb vannak a zombik. Ja. Mondjuk ez ötlet, tehát... Ja, akkor menjünk itt, átvágunk az erdőn, rendben? Oké. Okay. Gyertek! Oké. Okay. Na végre itt vagyunk. De azért vigyázzunk. Basszus. Itt szétfeszítették a kerítéseket, vagyis hát ezt a rácsot. És tényleg így, azt szét van feszítve. Hát, az lenne az? Menjünk be, hát most... És kajak vissza kellett jönnünk a börtön területre. Hát, oké, én amúgy útközben találtam egy fegyvert, tehát... Jó. Én szeretem. Hát nem valami... Hát, erre mi lehet? Hát, nem tudom. Hát, valamiféle kulcs biztos kell majd hozzá.
De egyelőre az ellenszert keressük meg. Mi van ebben a ládában? Úristen! Ez mi ez a nyálkás cucc? Följ! Mi van ráírva? Elolvasnád gyorsban? Én már nem akarom fogni. Ez az ellenszer. Mi? Igen. Ez az ellenszer. Megvan az ellenszer. Várj. Hol van? Ja igen, itt vannak még a műszereim, várjál. Ja, amúgy a levelet, azt a leveledet odaadom. Köszönöm. Oké. És akkor várjál. Szóval tanulmányozzuk. Igen. Hol van tévé, király? Aztán ide betesszük. Jó. Ah, nem működik. És akkor végül... Hát... Ez az... Kóstolja meg elsőnek. Mint? Majd, hogyha valaki átváltozik, akkor megkóstolja. De nem tudjuk biztosra, hogy ez biztos, hogy az ellenszer. Hát akkor meg... Hát... Nem... Add nekem. Ne, hagyjad. Inkább tartogassuk. Igen. Kockáztatni kell. Hát... Szerencsén fog múlni. Jó, akkor mehetünk a második helyre. Igen, az pedig a zero páciens lesz, ugye? Oké, akkor menjünk, gyerünk. Azt is még meg kell keresni. Áj! Mi az? Mit érzek? Mi az? Ez rohadt húszag, és... Ez hasonlít a kiállamzett húsira, amit még a szerelő állomáson éreztem. Várj, akkor azt akarod mondani, igen, hogy... Közeledik a zombi horda. Gyertek, gyorsan menjünk be, ezzel kell rendüljünk! Basszus! Barikád! Barikád, azt el! Ez az. Jó lesz. Egy gyors, hozta magammal! Jó, Istenem. És hogy menjünk? Majd azt is! Jó, meg mellette is, mert bejöhetnek simán. Jó! Halljátok, ez nagyon durva. Jaj, Isten. Nagyon vicces volt. De igazából helyszínen vagyunk. Szóval mit gyertek? Nézzünk körül, gyertek. Én megint... Itt látom valamit. Ó, itt vannak cuccok. Itt egy bomba. Elfigyeljetek ma, valami. Kessil! Gyógyszer! Meg bejött egy kis zombi! Bejött egy kis zombi! Itt egy fájdalomcsillapító! Gyerünk, megölöm! Hol? De mert valahol itt szaladt egy kis zombi, de hol jött be? Ez micsoda? Ez valami rejtett szoba. Várjátok, fogjátok! Jó. Oké. Nagyon gyorsan gyertek ide le, aztán ott fent is barikátozzátok be. Maradjunk itt, ne menjünk! Ne menjünk át a másik oldalra egyelőre, én félek. Hol látod? Basszus kulcs. Nincs valakinek kulcsa? Nem, nincs. Viszont nálam még majd... Feszíts ki! Ezzel feszíts ki! Halljátok? Ez nagyon durván néz ki. Ez az. Gyertek ide! Várj egy picit, először gyere ide és segíts kifosztani ezt az egészet, utána, hogy tudod mit, menj és nézzed meg a képeket, ha akarod. De tényleg, gyertek már, mik jó, mindjárt megyünk egy pillanat. Jó, Istenem. Jaj, végre találtam egy széket. Mi a... Ki a fontos? Te meg ki vagy? Te ki vagy? És mi ez a kép? Semmi között hozzá. Talán te vagy a zero páciens? Zero páciens? Te még a faszról beszélsz? Takarodj innen! Mi az, hogy mit keresel itt az én házamban? Apa! Fiam! Te élsz? Te is? Várj, te nem börtönben vagy? Tehát... Megszedtél?
Nem szöktem meg, de kitört az apokalipszis, és junior kapitány kiengedett, de te mit keresel itt? Én? Meddeléket találtam magamnak. Sügér, ő az apád? Igen, milyen képet találtál akkor? Hát valami ide, hadd csak ide. Tessék. Hadd nézzem csak meg. Cassie, add ide azt a fegyvert, amit a kocsiban találtál. Ő az írópánciens. Te vagy Adam, hülye vagy? Az ad ide! Add ide! Fene történhetett szegény fiammal. Ezek nyugtató lövedékek. Hát miért akarod lelőni? Mert le akarom lőni, add ide azt a rohadt fegyvert! De nem, semmi bajom nincs, ő átlagos ember, mint mi. De ő az írópánciens. Nem veszed! Hát... Mi történt fel? Mi? Hogyan? Nyugalom! Jó kezekben leszel!